Vendégünk a stúdióban Bagi Zsolt, a Hajdonállási Gyógyfürdő Kft. Ügyvezetője. Ugye ez egy újonnan megalakult cég, erről már beszélgettünk polgármester úrral, tehát a fürdő egy önálló cég lett, és hogy mi mindennel jár ez az önállósodás, milyen mozgás, több mozgásteret kaphatott esetleg a gyógyfürdő, milyen plusz feladatokkal jár, illetve hát, hogy hogyan zárták a mostani szezont, erről beszélgetünk Bagi Zsolttal, a Gyógyfürdő Kft. Ügyvezetőjével. Jó estét kívánok, ügyvezető úr! Hát és akkor kezdjük rögtön az elején, tehát ugye ez egy, bár most kapták meg szeptember 1-től hivatalosan ugye ezt az új szervezeti felállás, hogy Hajdonállási Gyógyfürdő Kft., tehát egy önálló cég lettek, ugye annak idején ugye a Hipszol Kft.-nek egy tagvállalata volt. Milyen feladatokat ró, új feladatokat, vagy mást ez a fajta önállóság, és hát van-e plusz mozgástér, hiszen azért önállóan dolgozni gondolom kicsit másabb, de majd erről meséljön, hogy akkor milyen változások történnek, vagy pedig minden megy a maga útján, mint ahogy eddig volt. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Egy nagyon picit javítanék a szóhasználaton, tehát nem egy új cég jött létre, hanem a Hipszol Kft. Ugyebár minden tevékenység a fürdőüzemeltetésen kívül ki lett szervezve, és csak egy névváltozáson ment keresztül a fürdő, tehát ugyanaz az adószámmal rendelkezik, tehát ez gyakorlatilag ugyanaz a cég, csak egy tiszta profillal rendelkezik, most már csak is és kizárólag a fürdőüzemeltetése feladata. De nem, tehát nem Hajdonállási építőszolgáltató, hanem Hajdonállási gyógyfürdő, tehát így értettem én az olyat, hogy tehát már a névhasználat az abszolút. No, hát akkor ez, de ez a fajta, de végül is egy önálló cégként, tehát tiszta profilió cégként működik tovább, de hogyan? Alapvetően, mint ahogy ön is mondta, hogy megmaradt a fürdőüzemeltetés, és így most már önállóan fogja a saját tevékenységét ellátni, meg kell állni a saját lábán. Tehát ez az alapvető cél, hogy minden más tevékenységtől mentesen csak is a saját profiljára összpontosítva tudjon működni. Jelentős kihívásokat rejteget, ugyebár nincs abban nagy titok, hogy maga a fürdő az a gyakorlatilag az abban a 3 hónapban, a június, július, augusztusban az, amikor igazán bevételt termel, és felkeltünk egy olyan modellt, amikor aminek az lesz az eredménye, hogy ebben a 3 hónapban felhalmozott pénzeszközök elegendőek lesznek arra, hogy a kieső 9 hónapot tudják finanszírozni. Ez lesz a legnagyobb kihívás. Ez lesz a legnagyobb kihívás, hiszen azért már a cég azért évek óta próbált azon dolgozni, hogy ez a 3 hónap azért kicsit kintet tolható legyen. Ugye fejlesztések is voltak, jelenleg is zajlanak, mindenféle fajta felújítások, egyebek. Mit tudnak tenni, hogy egy picit kitolódjon ez, hiszen azért főleg az idei szezon az azért, hát majd erről beszélünk, de elég felemásra sikeredett. Igen, tehát az elsőleges feladat az, hogy olyan tevékenységet, vagy olyan szolgáltást tudjunk pluszban nyújtani az ide látogató vendégeknek, ami nem csak szezonban, tehát abban a sokat emlegetett 3 hónapban, hanem szezonon kívül is vonzó tud lenni. Ilyen lehet például a szauna szolgáltás, ami a téli, őszi, tavaszi hónapoknak az egyik legkedveltebb kikapcsolódási formája. Tervünk is van erre, szeretnénk egy kültéri nagyobb szaunaházat létrehozni, amivel kicsit ki tudnánk nyújtani úgymond a szezont, illetve a szezonon kívüli olyan szolgáltást tudunk nyújtani, ami bevételtermelő tevékenység lehet. Most ugye a bevételtermelő tevékenységhez ugye hozzátartozik a szálláshelyek kihasználtsága. Bár ez mondjuk már a szezonhoz tartozna, de ebben például tudnak-e esetleg előrébb lépni? Tudom, hogy ugye a Covid-járvány az idegenforgalmat, a turista szezont azért meglehetősen lenullázta, de hogy ebben esetleg valami előrelépést tudnak-e bármit tenni, hiszen azért a városban is van több szálláshely. Így van, terveink között szerepel ennek is a felfutatása, pontosan ezek az új típusú szolgáltásoknak az erősítésével és vagy bevezetésével, hogy a szezonon kívüli időszak is vonzó legyen az ide látogatók számára, és ne csak az egynapos, hanem akár a több napos turisták is minket választanak kikapcsolódások helyszínéül. Tehát ugye ott van a koronaház, programokban esetleg gondolkodnak-e, tehát túl azon, hogy most szauna, de hogy valami mást is, hogy tudnak-e nyújtani, mert azért ma már meglehetősen nagy igény van arra. Vagy pedig nem, vagy pedig ezt a fürdőt ilyen kis csendes fürdőként fogadták el az ide látogatók. Nem lehet egyszerű, gondolom, ide is meg oda is valamilyen szinten gondolkodni. Igen, tehát ez egy nagyon vékony mesdje, tehát hogy
mikor válik, mikor csendes egy fürdő, mikor nyugodt egy fürdő, mikor pezsgő. Tehát nagyon nehéz megválasztani azt, mert hogyha annál maradunk, hogy ez egy kis csendes, nyugodt, pihenős fürdő, akkor mindenki arra gondol, hogy lézengenek az emberek, nincsen zsivaj, kevesen vannak, ami lehet, hogy az idegenlátogatóknak vonzó, mert nem egy tömegfürdő, viszont ez a bevételi oldalon meg megjelződik. Tehát ebből szeretnénk egy kicsit kibújni, és valahol megtalálni azt az átmenetet, hogy még egy élvezhető pihenés nyújtó fürdő legyünk, de attraktív, akciókkal tele, és egyszer megteremteni azt a közeget, amivel vonzóan válik ez az idegenlátogatók számára. Tehát ugye itt van ez az nagy fürdőfejlesztési projekt, én csak így nevezem, ami talán sikerülni fog, hiszen azért ehhez kapcsolódóan már kisebb fejlesztések is történtek, meg folyamatban is vannak? Így van pontosan, tehát első körben egy nevezzük nulladik fejlesztési fázisnak. Kaptunk az önkormányzattal egy 50 millió forintos fejlesztési keretet. Ennek egy jelentős része, amit beterveztünk, már elkészült. Egy játszóteret építettünk, az élménytermel medencéket újra burkoltuk, illetve az árnyék lóberendezések kerülnek még most kialakításra. Ez már egy komoly lépés a mi szempontunkból. Ezzel is egy picit vonzóbbá tudjuk tenni a fürdőnket, illetve ha minden sikerül, akkor és az osztályos képviselőnek a munkáját előre is megköszönöm, és bízunk benne, hogy sikerül, egy újabb fejlesztési csomagot fogunk tudni megvalósítani. Ez nagyságrendileg egy ilyen 250 millió forintot fog felemészteni. Ez mind olyan fejlesztés, ahol az említett nagy fejlesztésnek a részébe illeszkedik. Tehát apró lépések megelőző. Tehát egy kicsit alulról építkezve fölfelé. Tehát mindent úgy szeretnénk, hogy az elképzelt nagy fürdőfejlesztéshez illeszkedjen. Ebben a fejlesztésben lenne például az említett kültéri szaunaháznak a megépítése. Bocsánat, egy kicsit az aktívabb kikapcsolódást keresők számára szeretnénk a meglévő csúszdáinkat felújítani, illetve tovább bővíteni ezeknek az állományát, illetve még attraktívabb és vonzóbb csúszdákat telepíteni. Szeretnénk befedni a mindenki által csak Tam medencének ismert medencénket, hogy a téli üzemben is teljes egészében és mindenként kilégítően tudjon működni. Ezzel kicsit az úszást is elősegíteni, hogy a téli időszakban is az úszás kedvelők tudjanak minket látogatni. Egy-egy ilyen fürdőt üzemeltetni, gondolom, sok-sok tapasztalattal jár. Önök a fürdő vezetése. Azért valószínűnek tartom, hogy meglátogatnak, folyamatosan kapcsolatban vannak más, mondjuk hasonló nagyságú fürdőkkel. Tapasztalatszerzés, ez is nagyon fontos, hiszen ötleteket lehet találni, akár üzemeltetés, akár bármilyen felújítás, vagy csak egy nagyon jó ötletet találni, hogy ezt nálunk is meg lehetne. Tartják-e így a kapcsolatot a körülöttünk levő fürdőkkel, avagy pedig az ország más részén levő fürdőkkel? Természetesen, tehát enélkül nincs normális szakmai munka, így van, tehát picit konkurálunk is egymással, de inkább úgy fogalmaznék, hogy egymás mellett és egymásra építkezve próbáljunk működni. Én magam részéről 2006 óta dolgozom a nevezők fürdőszakmában, kollégám ő 29 éve, tehát együttesen már egy bő 40 évet már fürdővonalon lehúztunk, ha szabad így kifejezni magam. Nyilván, tehát nem szégyen másoktól tanulni, én soha nem voltam restezbe valami, tehát a jobbaktól, akiknek van egy jó ötlet, azoktól nem szégyen ötletet, tanácsot kérni, akár ellesni. Én úgy gondolom, hogy a környékbeli fürdők, akár Debrecen jó kapcsolatot tápolunk, ugyanúgy, mint Nyíregyházával, de a Zsóri fürdő, tehát a környéken, illetve országosan is több fürdővel jó kapcsolatot tápolunk. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy azért Hajdú-Bihar megyében elég sok gyógyfürdő található, ugye köszönhető annak, hogy itt olyan gyógyvíz van alattunk nagyon sok helyen, amit ki is tudnak használni, hogy a konkurencia mennyire jelent problémát, főleg ugye ebben a másfél évben, hogy volt-e, van-e, vagy mindenki megtalálja a magának megfelelőt. Tehát ugye gondolok itt például Balmazújváros, wellness szolgáltatások, egyebek. Ez egy ilyen természetes folyamat, tehát igazából, mint mondtam is, hogy nem
konkrétan konkurenciaként tekintek én sem, szerintem a, úgy mondom, a kollégáim sem az egymás fürdőjére, hanem mindenki egy picit más nyújt. Tehát ha megnézzük, Debrecentő azért egy teljesen más volumenben gondolkozik, meg egy teljesen más jellegű fürdő, de akár az említett Balmazú városnak ott is egy más profilok, ők nagyon a szauna világra hegyezték ki az üzemeltetésüket, ami egyébként jól prosperált. Hajdúszoboszlót említeni még a nagyok közül, aki ténylegesen más dimenzió, tehát közép-európa legnagyobb fürdőjéről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy mindenki ebben a szegmensben meg tudja találni a számítását, és úgy tudunk együttműködni, együtt dolgozni egymás mellett, hogy nem egymással versengve, hanem egymás kiegészítve valahol tudunk szolgáltatást nyújtani. Hát bár szerint a laikus úgy véli, hogy azért a vendégkört jelentősen megosztja, ez biztos, hogy... No, de hát ez már az élet és ez a piaci főverseny tulajdonképpen, hiszen azért ezen a téren is megvan a piaci verseny, azért tényleg, tehát a bennetünk levő településeken is szinte mindenhol van valamilyen fürdő, és valamilyen szolgáltatást, és nem is akármilyen szinten nyújtanak már, hiszen enélkül nem létezhetnek. No, térjünk akkor rá az idénynek az egyfajta értékelésére, hiszen már szeptember közepét érünk idestóva, tehát azért lejárt a nyári szezon, furcsán kezdődött, tehát ugye ez már most 2020 tavasza óta így van. Ami nem igazán kedvezett, említettük sem a turizmus, sem a turizmusnak, sem a fürdők szezonjának. Hogyan zárták, milyen tapasztalatokról tud beszámolni? Ezt elég vegyes érzelmekről tudok beszámolni, tehát mi a hajlási gyógyfürdő az május 21-én tudta kinyitni kapuit, amikor feloldották az ilyen legű korlátozást. Sajnos ott a május és a június, bár nagyon jó volt az időjárás, kedvező volt a fürdők számára, viszont az akkor még érvényben lévő korlátozó intézkedések véget, csak az oltási, illetve a védettség az olyan rendelkezők látogathatták a fürdőket. Sajnos ez meg is látszódott a belépők számán, illetve a bevételi adatokon is. Nem volt túl pozitív az élmény. De a július az egy igazán jó hónap volt, ott talán az elvárt bevételt tudtuk produkálni, illetve vendégszámba is nagyon szépen alakult. Az augusztus is nagyon jól indult, viszont ott az augusztus 20-ával gyakorlatilag ott megállt az élet. Gondolom emlékeznek rá, hogy ott azért ott mondtok, elég cuda időjárás volt, tehát inkább az őszi, mint a nyári. Most egy picit visszakapunk ebből, tehát ez a szeptembernek ez a második hetétől. Mennek a fürdőbe egyébként strandolni? Szerencsére igen. Az indiánnyel nevezzük úgy ránk mosolygott, úgyhogy szép számmal látogatnak minket. Nyilván nem egy nyári hónapról beszélünk, de ahhoz képest, hogy egy ősz van, iskola kezdett, egész jó bevételi adatokkal rendelkezünk. Ugye... tiszta profilú cég lettek, de hát ugye az sem mindegy, hogy akkor milyen szaldóval fogják majd zárni az évet. És hogy ez mennyiben tudja majd rányomni a bélyegét a következő szezonra. Mit gondol erről? Bár még mondjuk, tehát még azért jó 3,5, majd hogy nem 4 hónap hátra van. Igen, a legnehezebb 3,5-4 hónap vár ránk. Nehéz erre most így válaszolni. Minden törekvésünk az, hogy a lehető legjobb a lehetőséghez képest a lehető legjobb évet zárjuk. Ez nyilván nagyban függ majd attól, hogy az esetleges közelgő, vagy már éppen itt az ajtóban kopogtató negyedik hullám milyen módon fogja befolyásolni a fürdőnk működését. Én nagyon bízom benne, hogy nem lesznek olyan szigorú korlátozó intézkedések, amelyek ellehetetlenítenénk a mi működésünket. Én bizakodóan tekintek rá, most nyilván nekem is, illetve a kollégámnak is nagy feladat lesz az, hogy egy optimális működésű fürdőt felépítsünk. Tehát mindig a cél az, hogy a kiadásokat csökkentsük, a bevételeket pedig növeljük. Nekünk is ez a feladat, de mindenképpen úgy szeretném ezt megvalósítani, vagy szeretnénk egész pontosan megvalósítani, hogy gazdaságos legyen a működése, a kiadásokat tudjuk inkább úgy mondom, hogy optimalizálni, mint hogy radikálisan csökkenteni, hogy ne szenvedjen csorbát a fürdő semmiképpen. Tehát tudja megtartani azt a vonzerejét, illetve a működő képességét, ami miatt ott tartunk, ahol tartunk.
Ugye ez mindenféleképpen a vendégkört kell valamilyen szinten növelni, tehát ez feltétlenül hozzátartozik. Na most a gyógyszolgáltatások mennyiben tudnak ezen segíteni, hiszen azért ezt sokszor elmondtuk már, hogy azért itt egy egészen széleskörű szolgáltatás van, sőt, hát a hajdonállásiaknak szinte majdnem egész évben ingyenes. Tehát, hogy mennyire veszik igénybe, illetve más városokból mennyire jönnek, hiszen azért önök, éppen beszéltünk a felvétel előtt, hogy járóbeteg szakellátás működik a fürdő területén. Így van, így van. Szerencsére a környékbeli városokból is Miskolc, Nyíregyháza látogatnak hozzánk gyógyszerkezelésre. Nekünk ez nagy segítség. Talán Hajdonállás egy kivételes város ilyen szempontból, mint ahogy említette is, hogy gyakorlatilag a lakosság egészében évente kétszer igénybe tudja venni a gyógyászati szolgáltást. Nekünk ez egy fontos üzletágunk, ha mondhatom így. Én arra bátorítok mindenkit, meg biztatok mindenkit, hogy vegyék igénybe a szolgáltásainkat. Kiváló szakemberek dolgoznak nálunk a gyógyászati részlegen, és nekünk az óriási segítség bevételi oldalon, hogyha minél több vendéget tudunk kiszolgálni. Ebben tervek vannak-e, hiszen megismertetni más településekkel, máshonnan még inkább ide vonzani az embereket, és akkor itt ugye ez a szálláshely is jelentősen összeköthető, gondolom én. Így van, tehát célunk, hogy a gyógyturizmust is fejlesszük, az említett módon, hogy akár a környékbeli vagy távolabbi településekről, akár kúraszerűen látogassák a fürdőnket, szálláshelyünk van, akár egy-két hetes kúra tekintetében is el tudnak hozzánk jönni, igénybe tudják venni valamennyi szolgáltásunkat, úgyhogy igazából várom mindenkit szeretettel. Törekszünk arra, hogy vonzóvá tegyük ilyen tekintetben a fürdőnket, és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. A gyógyszolgáltatások közül említsünk egyet-kettőt, hiszen lehet, hogy mindenki azt hiszi, hogy ó, hát persze, fáj a térdem, ízület, egyebek megyek, de ugye azért nem csak ennyiből áll a gyógyszolgáltatások palettája. Nyilván itt alapvetően mindenkinek első körben a gyógymasszázs jut eszébe, de ezzel sokkal szélesebb körben nyújtunk szolgáltásokat. Tangentor, iszappakolás, súlyfürdő, szénsavfürdő, úgyhogy tényleg... Tehát a mozgásszervi betegségek elsősorban, amire... Javarészt mozgásszervi, természetesen. Ezek a gyógymódok alkalmazhatóak. Gyógyúszás. Gyógyúszás, tehát... Egyébként az úszásoktatás az mennyire működik a fürdőben? Mert tudom, hogy egy időben rendszeres volt, hogy még az óvodásokat is vitték úszni. Szerencsére most is hasonló a tendencia. Most például Görbeházáról is járnak hozzánk iskolákból úszásoktatásra, a Hajdonállási iskolából is jönnek, úgyhogy törekszünk ez irányba is, tehát felismertük az iskolával is a kapcsolatot, hogy nem csak mint úszásoktatás, hanem a gyógyúszást is igénybe vegyék a gyermekek a fürdőnkben. Jövő héttől fogunk ezzel jobban foglalkozni. Egy ingyenes állapotfelmérés fogunk elindítani a gyermekek számára, ahol az orvos fogja a gyermeket megvizsgálni, és ha javallott, akkor föl fogja neki kérni a gyógyúszást. Ezt az iskolák körében terjesztik, tehát hírértékként szerepel az az iskolák körében, vagy tehát hogy hogyan propagálják mindezt? Még a tárgyalásokat most kezdtük el, az egyeztetéseket, és akkor jövő héten szeretnénk ezt elindítani. Mert hogy azért gondolom, hogy sok szülőnek ez fontos lehet, és lehet, hogy esetleg szívesen viszi majd a gyereket gyógyúszásra, mert hogy nagyon sok betegségre, vagy legalábbis hajlamosító tényezők esetében ez nagyon jót tud tenni a gyógyúszás, én azt gondolom. Hogy ez jelentős lehet. Önök, mint hogy említettük, tehát egyfajta egészségügyi intézményként is működnek. Na most ugye azért itt van a járványnak a negyedik hulláma, erről is említettünk, ejtettünk néhány szót. Mindenféleképpen meg kell nyugtatni mindenkit, aki esetleg attól fél, hogy most itt a személyzet akkor be van oltva, nincs. Önök az egészségügyi dolgozók kategóriájába esnek, és akkor itt kötelező volt felvenni azoknak, akik ott dolgoznak, vagy hogy álltak ezzel a úgymond kötelező oltás felvétellel? Én, mint vezető, nem tettem kötelezővé senkinek sem. Ez szerintem mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy az oltást fölvegye, de természetesen meghagyjuk mindenkinek a jogát, hogy szeretne ezzel élni, vagy sem. Mint ahogy említette, járóbeteg szakellátás nyújtó intézményként nálunk kötelező az oltásnak a fölvétele. Mondhatom, hogy a kollégáimnak a
95%-a már be van oltva, és a többiek pedig most regisztráltak. Tehát akkor megnyugtatunk mindenkit, hogy gyakorlatilag az ellátó szakszemélyzet védettséggel rendelkezik, tehát nem kell aggódni, hogy esetleg bármilyenféle fajta... Így van, tehát hogy úgy ezt a részlegünk jelen pillanatban mindenki be van oltva. Így van, tehát és ez a gyógyászati részlegre vonatkozik. Pillanatnyilag zajlanak-e felújítások, hiszen azért már egy kicsit megyünk az őzbe bele, tehát lesznek-e, vannak olyan szolgáltatások, amik most szünetelnek, vagy szünetelni fognak? Igen, most vasárnappal, az elmúlt vasárnappal az úszómedencénket azt már nem üzemeltetjük, de a többi medencék az még tovább is várja a vendégeket. Október közepére tervezünk majd egy üzemszerű, tehát egy szükséges, a szokásos leállást. Ezt is szeretnénk egy picit a korábbi évektől eltérően rövidebb időszakra beszorítani. Most ez az esetünkben 4 napot fog mindössze igénybe venni, tehát hétfőtől csütörtök, és akkor péntektől már lehet használni a medencéket, illetve a fürdőt egész hét. No, tehát akkor azt gondolom, és kijelenthetjük nyugodtan, hogy a hajdunánási gyógyfürdő, annak ellenére, hogy nevet változtatott, gyakorlatilag ugyanúgy zajlik az élet, sőt, hát akkor jelentősebb szolgáltatás, talán szolgáltatás fejlesztéseken is gondolkodnak, és mindenféleképpen újszerű dolgokat szeretnének majd megvalósítani. Elébe menve mindannak, ami távlatainkban előttünk lebeg, de hát azért persze ez még nem 100%, hogy akkor ez a nagy szabású fürdőfejlesztés megvalósul. De bízunk benne, hogy igen. Én nagyon bízom benne. Úgy gondolom, hogy felkészültünk rá. Az alap, illetve az előzetes munkálatokat folyamatosan végezzük. Úgyhogy ez már csak pályázat függő, hát majd meglátjuk, hogy akkor a város etéren tud-e olyan forrásokat szerezni, hogy ez meg tudjon valósulni, vagy pedig nagyon sok apró lépésben jut el egy jelentősebb fejlesztéshez. Ez már a jövő titka. Én bizakodom. Hogy hogyan fog alakulni. Bagi Zsolt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.